Az Ösztánc rovat szakmai partnere a Nemzeti Táncszínház. Folytatódik a Kultéka, ez itt a Rádió Q99.5-ön, és ahogy ígértem, táncszínházi programajánlóval térünk vissza. Kulcsár Noémi Tellabor Homebase című bemutatójára készül, amely április 14-én este 7 órakor lesz a MOM Kulturális Központban, és itt van velünk a vonalban Kulcsár Noémi, az előadás rendezője, koreográfusa. Szeretettel üdvözöllek! Én is üdvözlök mindenkit, szia! Ugye a Nemzeti Táncszínház által szervezett új bemutató egy kicsit lerombolja azokat a falakat, amik a klasszikus értelemben vett színházban a nézőtér, a nézők és a színpadon történő dolgok között húzódnak. Ugyanis ez lényegében, hogyha jól értem, ez a produkció egyfajta installáció, ahol a néző nem csak kívülmaradóan követheti, hanem gyakorlatilag kutató megfigyelőként bele is kerülhet az előadásba. Így van, és akár szereplőjévé is válik. Tehát egyfajta más minőségű nézőpont a néző részéről a darabbéli szereplés, de ettől függetlenül egy egészen erős tánc színházi élményben is van része. Mindemellett ugye a tér az egy beépített installáció-szerű alkotás szintén, amiben szabadon mozoghat, akár az előadás közben is. És ugye van egy kiinduló pontja is a bemutatónak, ez a Giselle című balett. Na hát miért döntöttetek úgy, hogy a Giselle története az, ami ez iránt, a forma iránt kiállt, hogy úgy fogalmazzam? Itt több összetevős volt a gondolat és az ötlet. Egyrészt az, hogy van ennek egy ilyen párkapcsolati pszichés vonulata, amit a Giselle-en keresztül mi tovább gondoltunk. Ez azt jelenti, hogy ugye Giselle az egy áldozat, aki a szerelemtől szinte belehal a szerelembe, és ez a mi megfordítottuk, hogy mi van azzal az Albert-tel, aki viszont benne maradt ebbe a kapcsolatba a Bathilde-vel, akit végül is elvett feleségül a Giselle című balettba a főhősünk, és ugye Giselle ennek lett áldozata. Mi most megfordítjuk, és elkezdjük pontolgatni ebből a szemszögből. És így tulajdonképpen egy teljesen mai dologra átültethető gondolatot próbáltunk kibontani. De a történetet valamennyire, illetve a karaktereket, akiket esetleg ismerhetnek a nézők, ugye a klasszikus balettből, operából, azt ugyanúgy átemelitek a darabba? A történetet nem. Tehát a karaktereket igen, de teljesen arra újra gondolva, hogy ez ma 2016-ban mit akarhat egy karakter. A történet, a Giselle története nem lesz elmesélve, hanem utalások lesznek arra, hogy a sorsuk ezeknek a karaktereknek mi volt az eredeti műben. Hogyha egy kicsit erről azért lehet mesélni, anélkül ugye, hogy a poént lelőnénk, a nézők, amit mondtál, milyen módon kapcsolódhatnak be? Mindenképpen szereplővé kell válniuk, egy kicsit megnyugtatva azokat, akik ezt a fajta interakciót nem annyira szeretik, más módon is tudják figyelni az előadást. Természetesen igen, ezt a választást rájuk bízzuk, de fel is kínáljuk annak a lehetőségét, hogy éljenek vele. Annyi mindenképpen van, hogy pici kellék lesz a minden egyes néző kap egy bizonyos kelléket, amivel érkezhet az előadásra. Nem klasszikusan székek lesznek bent, és arra természetesen lesznek bent székek, és lehetőségük van arra, hogy helyet foglaljanak, és abból a pozícióból figyeljék az előadást, de van lehetőség arra, hogy bekapcsolódjanak. És én nagyon remélem, hogy meg fogja indítani akár, aki kétséges volt előtte, vagy fél, vagy esetleg nem mer bekapcsolódni, az is meg fogja érezni az atmoszféráját annak, hogy szereplőjévé akar jól válni a dolognak. És ugye azt is
kérdezitek, vagy azt a kérdést is felteszitek a darab kapcsán, hogy hogyan lehet egyensúlyba hozni a teret, a szót és a mozdulatot, a mozdulatokat. Ezek szerint szavak, beszéd, szöveg is lesz a produkcióban? Nem, szöveg nem, a táncosoktól nem hangzik el, hanem a hang installációban, tehát ebben a zenei füzérben és hang installációban lesznek elhangzott szavak, mondatok, és tulajdonképpen ezek fogják egymást ugye kiegészíteni, vagy a mozgást kiegészíteni. Ez a hanginstalláció, ez is egy interaktív, tehát a pillanatban megszülető dolog lesz, vagy ez egy olyan dolog, ami folyamatosan a próba folyamat alatt született? Ez a folyamat, a próba folyamat alatt született meg, de természetesen az ottani hang, tehát lesznek olyan külső hangok is, tehát a hanggal is úgy játszunk, hogy több forrásból jövő hangok ezek, és ennek pedig akár a hossza, akár az értelmezése is tetszőleges lehet az előadáson belül. Ugye szoktak lenni visszatérő szereplők az előadásaitokban, tehát ilyen módon azért beszélhetünk valami fajta társulatról is. Kik azok, akik esetleg most visszatérő szereplői a produkciónak, már ugye a korábbiakhoz képest ki kellett találkozni a színpadon? A korábbi produkcióimban szerepelt a Spala Corina, és például a Shell Martin is, illetve a Weininger Dalma, és újként érkezett a produkcióba Halász Gábor. És ők négyen fogják táncolni ezt az előadást. És két bemutató is lesz? Tehát, amit olvastam előbb a programnál, hogy egy este 7-kor és 8:30-kor is lesz bemutató napján előadás? Így van. Ezt azért találtuk ki, hogy mivel korlátozott számban lehet az előadás, tehát a korlátozott számú a nézők befogadása az előadásra, ezért szerettük volna, hogyha minél többen el tudnak jönni és be tudnak kapcsolódni. Ezért két előadást szerveztünk. Tehát a Kulcsár Noémi Tellabor Homebase című előadásának a premierje április 14-én lesz a MOM Kulturális Központban, a Nemzeti Táncszínház egyik játszóhelyén, este 7-kor és 8:30-kor is. Noémi, neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a vonalban. És köszönöm. Egy program a programokról. Zene, kiállítás, előadás és ami mögötte van. Kultéka. Minden kedden este 6-tól 7-ig Halász Glóriával.